Te elfáradsz, míg őseidnek végigtekintesz név során. Én jóformán azt sem tudom, hogy ki és mi volt a nagyapám. Te fényes, csilláros teremben, bársonypójában születtél, én szalmazsákon születém, egy kis mécs borongó fényinél. Kiskörös mindig is odafigyelt az értékeire. A sors különleges adománya, hogy ebben a városban született leghíresebb magyar költőnk Petőfi Sándor. Szülővárosként hogyan ápolják a Petőfi kultuszt? Tényleg mondhatjuk azt, hogy Kiskörös tud vigyázni az értékeire, és hálásak vagyunk a sorsnak, hogy Petőfi Sándor Kiskörösön született. Petőfi 200 alkalmából egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy megújuljunk a Petőfi kultusz ápolásában, amit 1880 óta Kiskörös mindenkori városvezetése nagyon komolyan vesz. És most mi tényleg megújultunk, és olyan kiállításokat és olyan ismeretterjesztést tettünk Petőfi kultusz ápolásáért és a Petőfi örökség ápolásáért, ami tényleg mondhatjuk, hogy modern és minden korosztálynak érdeklődést ad. Nagyon nagy szeretettel és gondoskodással próbáljuk a fiatalokat bevonni ebbe a kultuszápolásba. Kettős célunk van ezzel. Biztosak vagyunk abban, hogy Petőfi üzenete ma is él és érvényes a fiataloknak, és át is szeretnénk adni ezt a kultuszápolást majdan a fiataloknak, amikor rájuk kerül a sor. Milyen különlegességekkel készült a Petőfi 200 emlékévre Kiskörös városa? Ha már a kérdést itt kaptam meg a Luther sétányon, akkor mindjárt be is tudok mutatni egy 3D-s kiállítást, amit azért tettünk ide, hogy az itt élő emberek, az itt sétálók ismerkedhessenek Petőfi életével, de az ide érkező turista is mindjárt szembe találkozik ezzel a kiállítással, és minden elkötelezettség nélkül azonnal Petőfivel találkozik. De ha már ezt megalkottuk és kigondoltuk, akkor úgy gondoltuk, hogy további ötleteket is megvalósítunk. Ezért a tér másik részén a Petőfi padok vannak, ahol nyugodtan és kényelmesen le lehet ülni, és verseket lehet a padról olvasni. Ez is egy olyan újdonság, ami nem egy szokványos kiállítási metódus. Ha már itt vagyunk, azt is hadd mondjam el, hogy megújult a Petőfi szülőháza, benne természetesen egy teljesen új kiállítással. Felújítottuk az állandó kiállításunkat is, és a Petőfi Múzeum épületét is. Felújítottuk a Petőfi ház és a múzeum teljes környezetét, így a műfordítói szoborparkot is, és nagyon nagy örömmel adtuk át most Petőfi 200 kapcsán ezt is az ide látogatóknak és a kiskörösieknek. És még egy teljesen új ötlettel álltak elő, és amint említettem a fiatalok megszólításával kapcsolatosan, egy vers automata is lett elhelyezve a Petőfi ház mellett, ahol különböző nyelveken, természetesen magyarul is, Petőfi verseket lehet olvasni. Ez is egy olyan újdonság, ahol máshol nagyon nem lehet ilyesmivel találkozni. Tehát arra törekedtünk, hogy a Petőfi 200-as ünnepségsorozatban tényleg modern, új
és olyan eszközöket találjunk ki és vessünk be az ide látogatók és a Petőfi kultuszt szeretők érdeklődésére, ami még nagyon máshol nincs. A megújult Petőfi vonalon megérkeztünk a János Vitéz látogató központhoz, és itt is az ismert platformák vannak, csak nem Petőfi versekkel, hanem a János Vitéz történetének különböző képei jelennek meg a padokon, illetve egy applikáció letöltésével feladatokat lehet kapni és elvégezni a padok segítségével, és ezzel is a fiatalokat szerettük volna megszólítani. Mondhatom azt, hogy a legfiatalabbakat, hiszen a János Vitéz Látogató Központnál egyértelműen az ötödikes korosztály, illetve az ő iskolában tanult anyaguk alapján érkeznek a legtöbben. Ezzel is egy plusz feladatot és egy plusz érdeklődést nyújtunk az iskolás korosztályúaknak, és mindenki nagyon nagy csodálattal és szeretettel nézi ezeket a János Vitéz történeteket. Az elbeszélő költemény történetét pedig nézzük meg a János Vitéz Látogatóközpontban. Petőfi Sándor egyik legnépszerűbb műve a János Vitéz című elbeszélő költemény itt Kiskörösön, a János Vitéz Látogatóközpontban elevenedik meg. Pontosan, ahogy mondod, ez az épület az egykori evangélikus lelkész lak volt, és ebben kapott helyet egy nagyon modern, az országban is egyedülálló interaktív tárlat, ami a János Vitéz történetét dolgozza fel. Nagyon-nagyon büszke lehet Kiskörös arra, hogy ez az interaktív, a 21. századi igényeknek mindenben megfelelő tárlat itt van, hiszen olyan turisztikai élményt nyújt a Kiskörösre látogatóknak, amit én azt gondolom, mindenképpen ki kell emelni. A labirintus tulajdonképpen egy olyan zárt kiállítás, amelyben egy tabletes tárlatvezetéssel mehet végig a látogató a János Vitéz című elbeszélő költemény történetén. Tehát indulunk a patakparttól, és egészen Tündérországig élhetjük át azokat a kalandokat, azokat a történet részeket, amelyeken Kukorica Jancsi is keresztül ment. Utunkat a kalandok során gyönyörű installációk kísérik, és ezt a nagyon erős vizuális élményt még hang- és fényhatások is erősítik. Kinek ajánljátok ezt a helyet? A látogatóközpont kiállítása igazából minden korosztálynak ajánlott. Azt szoktuk kérni, hogy óvodás korosztálytól idősebbek látogassanak el hozzánk, de a visszajelzések alapján a kisiskolásoktól egészen a nyugdíjas korosztályig mindenkinek egy igazi élményt jelent a látogatóközpont. És hát mivel tananyag, ezért ajánljuk kimondottan az 5. osztályos diákoknak, ha ők még nem tanulták az iskolában, akkor azért jöjjenek el, mert így végigélve a történetet lesz már egy előképük, és mire az iskolában oda jutnak, addigra már egy komplett kialakult János Vitéz kép lesz bennük, ha pedig tanulták, akkor feleleveníthetik a korábban tanultakat. Pont ezt szolgálja az az interaktív óra, amit még tudunk mellé a tárlatvezetés mellett még ajánlani, illetve a látogatóközpont emeleti galériáján pedig van egy foglalkoztató rész, ott pedig a János Vitéz történethez tartozó múzeumpedagógiai foglalkozáson tudnak részt venni a látogatók. Kiskörösön minden Petőfihez köthető nevezetesség nagyon közel van egymáshoz, úgyhogy most sétáljunk át Petőfi szülőházába. Szabadságunk nagy költője Petőfi Sándor az Alföldön, Kiskörösön született 1822. szilveszter éjszakáján. Kiskörös legfontosabb épületében vagyunk, Petőfi szülőházában. Mikor épült ez az épület, és milyen szerepet tölt be ma Kiskörös kulturális életében?
A ház az 1780-as években épült, a hagyományos alföldi népi építészeti jegyeknek megfelelően. Petőfi Sándor szülőháza mindig is nagyon fontos volt a kiskörösiek számára. Nagyon korán megindult a Petőfi kultusz és Petőfi Sándor emlékének őrzése ebben a városban is. Ennek az egyik első állomása volt, amikor Sárkány János, az akkori kiskörösi evangélikus lelkész 1857-ben a Vasárnapi Újság hasábjain közzétette egy írást, amelyben ismertette azt a keresztelési anyakönyvet, amelyben bejegyezték Petőfi Sándor kiskörösi keresztelésének a tényét. Ezekben a percekben 140 éve annak, hogy a kis hajlékban kiskörös nagyfia Petőfi Sándor született. Reá emlékezünk! A kultuszápolás nagyon korán megindult Kiskörösön, a kiskörösiek márványtáblával megjelölték a házat 1861-ben, illetve még ebben az évben elkészült Petőfi Sándorról az első köztéri szobor, ami jelen pillanatban a szülőház udvarán található. Maga a szülőház is kiemelten fontos a város életében. A Petőfi kultusznak egy fontos helyszíne, programokat szervezünk benne, illetve az előtte lévő főtéren. És hát a múzeum a város vezetésével együtt, illetve az oktatási és kulturális intézményekkel igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy Petőfi Sándor életműve, költészete, hitvallása, hazaszeretete az mind többekhez eljuthasson. Az épület háromosztatú, tehát három szobából, három külön egységből áll, és a Petőfi emlékévre, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára megújult az épület, és a felújított épületben egy új kiállítást tudtunk létrehozni Költőnek szült anyám címmel. Ez a kiállítás nem egy teljesen új, hanem egy megújult tárlat. Mennyiben különbözik ez az előzőtől? Petőfi Sándor szülőházában több állandó kiállítás is volt már az évtizedek során. Először 1951-ben, és azóta folyamatosan várja a látogatókat a szülőház. Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy történelmi emlékhely az épület, és 1880-ban nyitotta meg Jókai Mór, a költő fejedelem, és azóta, mint zarándok helyet évente 20 000 látogató keresi föl a szülőházat. Zarándokok vagyunk itt, mert költészet mekkája vagy nekünk. Fogadd el, s őrizd e babért, mellyel dicső fiadról most emlékezünk. Nádfüdeles gunyhóban született, de nem szentebb a templom, mint a ház. Csodálatos, hogy így parányi lakban születhetett oly büszke óriás. Mint említettem, több alkalommal is megújult már a kiállítás, többféle kiállítás is volt az épületben. A Költőnek szült anyám tárlat a családnak a kiskörösi tartózkodására, a keresztelésre és magára a születésre helyezi a hangsúlyt. Az volt a koncepciónk, hogy mi itt Kiskörösön azt az értéket hangsúlyozzuk, ami ide köti a családot, tehát hogy itt, ebben a házban, az itt lévő ágyban született meg Petőfi Sándor, és a kiskörösi evangélikus templomban keresztelték. A tárlatban láthatók a család eredeti relikviái, így megtekinthető az az ágy, amelyben Petőfi Sándor született, de meg tudjuk mutatni a látogatóknak a család almáriumát, illetve Petrovics Istvánnak a ládáját, illetve az eredeti pipáját. De azon túl, hogy megőriztük ezeket a régi tárgyakat, és ezek visszakerültek a kiállításba, szándék volt, hogy egy kicsit modernizáljuk is ezt a tárlatot, és a mai látogatói igényeknek megfelelően a hátsó szobát átalakítsuk. A hátsó szoba, ahol most vagyunk, legfontosabb tárgya a keresztelő medence, vagy keresztelő kút, és ennek a zöld és arany színvilágához készítették el a kiállítás rendezők a helyiségnek az installációját.
Talán első látásra furcsának tűnhet, hogy egy ilyen régi vertfalu épületben ez az erőteljes türkiszkékes, türkiszöldes árnyalat a meghatározó, de ez teljesen passzol a képkeretekhez, illetve a keresztelő medence alapszínéhez. Fontosnak tartottuk hangsúlyozni azt is, ami Kisköröshöz köti a családot, úgyhogy ebben a hátsó részben nagyon sok információt találhat a látogató a költő családjáról, a családtagok egymáshoz fűződő kapcsolatáról, a keresztszülőkről, megtudhatunk például többet a költő öccséről, Petrovics Istvánról, arról, hogy ő is költő is volt és milyen verseket írt, illetve a tárlat egyik része a szülőház múzeumá való átalakításával foglalkozik, és meghallgathatjuk egy interaktív felületen azt a gyönyörű és szívhez szóló beszédet, amit Jókai Mór mondott 1880-ban a szülőház megnyitásakor. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 2021 óta történelmi emlékhely. A történelmi emlékhelyet jelölő sztélé, vagyis kőoszlop 2022. október 15-e óta áll az intézmény mellett. A történelmi emlékhelyé való felterjesztést Krámer Iván, kiskörösi lakos, a Kossuth Szövetség volt elnöke kezdeményezte. Miért volt fontos önnek ez a kezdeményezés? Van egy egyéni indítatása is a dolognak. Hát egyrészt 50 éve foglalkozom ezzel a korszakkal, pontosabban az 1848-49-es forradalmi szabadságharccal, és azért ezt meg kell említenem, hogy két kiemelkedő alakja van. Az egy Kossuth Lajos, aki ugye Monokon született, a másik pedig Petőfi Sándor, aki Kiskörösön. Számomra fontos volt, hogy ez a két kiváló személyiség valamilyen formában a szülőháza azért legyen egy olyan zarándokhely, ahol az emberek szívesen járnak. Kiskőröst 2015-ben terjesztettem fel a Nemzeti Örökség Intézetnek, akkor Boros Péter volt az elnöke. Az igaz, hogy egy kicsit sokat kellett várni, mert ugye 2021. május 21-én fogadta el a kormány, és lett hivatalosan történelmi emlékhely Petőfi szülőháza. És, mint ahogy ön is mondta, 2022. október 15-én került sor a sztélé avatásra, a nagy eseményre. Maga a sztélé, ugye az egy emlékoszlop, az ókorban nyúlik ez vissza ez a dolog, hogy valamivel megjelölnek. Én azt mondom, hogy ez egy óriási nagy felelősség. Tartalmát tekintve van egy felelősség az intézmény vezetőinek, az intézmény fenntartójának, az önkormányzatnak, és ez a felelősség gyakorlatilag óriási lehetőségeket is rejt magában. Hisz a látogatottság mindenféleképpen már most megnövekedett, érdeklődés pedig rendkívül nagy lett. És ezt nekünk meg kell őrizni, és tovább kell vinni a jövő nemzedék számára. A műfordítói szoborpark különös jelentőséggel bír. Utal arra, hogy Petőfi költeményeit több mint 50 nyelvre lefordították. A hihetetlenül gazdag életmű pedig a világ számos pontján ismert. Petőfi szülővárosában 1998. január 1-e óta áll nyitva az Emlékmúzeum. Milyen apropóból nyitotta meg kapuit? Petőfi Sándor születésének 175. évfordulóját ünnepeltük. Erre az alkalomra készült egy új kiállítás, és ekkor vett át a város a megyei fenntartásból és tulajdoni alapon az intézményt is. A Petőfi 200 emlékévre pedig elkészült a 7 év című új állandó tárlat itt az Emlékmúzeumban.
Ez a legmaradandóbb emlékezés, ha egy költőnek az évfordulójára új kiállítás készül. Most a 200. évfordulóra készült el ez a 7 év című tárlat, aminek az a lényege, hogy ezt az egészen rövid idő alatt, egészen rövid életutat bejárt költőt alkotóként a művein keresztül mutassuk be. Rá kell csodálkoznunk arra a fiatal zsenire, aki 7 év alatt, két válságot túlélve, világhírt és magyar hírt szerzett magának, nem csak az irodalomban, hanem a történelemben is. A 7 év azt az időszakot jelenti, amiben Petőfi első versei megjelentek, tehát 1842-től addig, amíg az utolsót is megírta, az 1849. Itt olyan képi és grafikai megoldásokkal találkozhat a látogató, amivel egy olyan képet kap a költőről, hogy a baráti körét, a társadalmi hátteret, az eseményeket, a főbb műveket mind-mind megtalálhatja, hogyha alaposan megszemléli a kiállítást. Az első időszak, a 42-es időszak, nyilván a zsengék kora, meg hát fölmerülnek azok a témák, amik egész életét is végigkíséri, így a család témaként folyton ott van, a táj folyton ott vannak a népies hangvételű tájjellegű versek, ott vannak a népdalnyomai, megjelennek a politikai versek, a nagy epikus költemények, mint az Apostol, vagy a Helység kalapácsa, vagy a János vitéz. Aztán ott van a boldog családi élet, a szerelem, ahogy egymásra talál Szendrei Júliával, ahogy örülnek a született gyermeküknek, az egyetlen Zoltánnak. Aztán ott vannak a 48-as forrongó események, és megjelenik a halál a végén, a forradalom és szabadságharc végét jelentő olyan ütközetek, ahol már esése volt a győzelemre. A kiállítás záróképe 1849, ami tragikus, mind a forradalom és szabadságharc szempontjából, mint a Petőfi család életét tekintve. A forradalmat és a szabadságharcot leverték, Petőfi elveszítette 49-ben mindkét szülőjét, és 49-ben ő maga is eltűnt a Segesvár melletti csatatéren. Ez a kép nagyon szívszorítóan jelenik meg a kiállításban, elfehéredik minden, ahogy Petőfi alakja is ködbe vész. A 7 év című tárlatban is megjelenik Szendrei Júlia, a költő hitvesének, múzsájának, szellemi társának alakja. Júlia azonban önálló irodalmi alkotóként és fordítóként is jelentős. Kiskörösön egész alakos szobra áll. Hogy került ide Kiskörösre Szendrei Júlia egész alakos szobra? Ennek a szobornak egy nagyon különleges története van. Ugye Kiskörössel kapcsolatban, a helyi Petőfi kultusz történetével kapcsolatban el szoktuk mondani, hogy a mi városunk nagyon sok mindenben az első volt a történelem során. Ugye a szülőház Magyarország első irodalmi emlékháza, az udvarán álló szobor, az Petőfi Sándor első köztéri Petőfi szobra, illetve hát itt van mellettem Szendrei Júlia szobra, ez is a világon tulajdonképpen az első egész alakos Szendrei Júlia szobor. 1986-ban állították föl, illetve avatták föl, és hát a többi köztéri emlékművünkkel kapcsolatban ő némileg különböző, hiszen a többiek közadakozásból valósultak meg, addig Szendrei Júlia szobra egy magánadományból készült el. Na most egy szobornak ma is igen költséges az elkészítés, ez nem volt másként a 80-as években sem. És ez az úriember, akit egyébként Bányai Jánosnak hívtak, ő nagyon hosszú időn keresztül rakosgatta félre a kis pénzecskéjét, hogy fel tudja ajánlani közösségi célra. Annak idején úgy nyilatkozott, az volt a története ennek a dolognak, hogy a háború után, a második világháború után, amikor ugye az újrakezdés nehéz mindennapjai közepette, az egyik ismerősének sikerült egy nagyobb adag dohányhoz hozzájutnia. Ő ezt aféle pénzpocsékolásnak tartotta, és eldöntötte, hogy ő is minden nap, minden hónapban félre fog tenni egy jelentősebb összeget, de ez semmiképpen semmilyen hiába való dologra fogja elpazarolni, mint mondjuk a cigaretta, hanem valamiféle emlékműre, közösségi célra szeretné felajánlani.
Na most úgy alakult, hogy 1948-tól kezdve 40 éven keresztül, majd 40 éven keresztül gyűjtötte ezt a kis pénzt, és 85-ben már 200 ezer forintnyi összeg gyűlt össze. Ez hát az idősebb nézőig a televíziónak bizonyára fogják tudni, hogy a 80-as években 200 ezer forint mit jelentett. Óriási dolognak számított, és ő bement a városi tanácshoz, hogy talán egy szobor céljaira szeretné felajánlani. És a tanáccsal, illetve a tanács vezetőivel egyeztetve arra jutottak, hogy van nekünk ugye Petőfi szülőházunk, van Petőfi szobrunk, illő lenne Petőfi Sándor feleségének, a feleségek feleségének is egy szobrot állítani, és hát ebből a célból ellátogattak Érdre Domonkos Béla szobrász művészhez, akinél megrendelték ezt az alkotást. Az idei évben Júlia ide került a Petőfi Centrumhoz közel, így most már az ide látogatók és a nagy közönség is sokkal inkább láthatja, mint az előző helyén. Petőfi Sándor életében nem csak Szendrei Júlia töltött be nagyon fontos szerepet. Ilyen volt a dajkája Kuruc Zsuzsanna is, akit itt a kiskörösi evangélikus temetőben helyeztek végső nyugalomra. Mit lehet tudni Kuruc Zsuzsannáról? Az idei évben ugye a temetőben megújultak nem csak a katonáknak, illetve az egykori híres kiskörösieknek a síremlékei, hanem a Petőfihez köthető személyek sírjai is. Hát a legfontosabb és egyben a legrégebbi díszsírhely az a költő dajkájának, Kuruc Zsuzsannának a síremléke. Kuruc Zsuzsanna ugye 1813-ban született, 10 éves volt, amikor Petőfi Sándort keresztelték. És hát annak idején a régmúltban egy Petőfi kutatónak, Kéri Gyulának a téves tájékoztatása miatt azt terjedt el a köztudatban, hogy ugye ő a szoptatós dajkája volt Petőfinek. Hát ez nem állja meg a helyét, hogyha valaki a szoptatós dajkája lehetett, az maximum az édesanyja, aki özvegyasszony volt ekkortájt. Viszont nagyon jó barátságot ápoltak ugye Petrovicsékkal, és Sándor mellé nagyon sokszor odavették Zsuzsikát is, hogy játszon a kisfiúval, és annyira megszerette a család őt, hogy később magukkal vitték Kiskunfélegyházára, illetve szabadszállásra is, hát innen alakult ki ugye ez a különleges kapcsolat közöttük, amit Petőfi versben is megörökített, ugye itt a síremléken olvasható is ezek a sorok, a hazamegyek ölébe vesz dajkám, az altató nóta hangzik ajkán. Na most az 1830-as években, amikor Kuruc Zsuzsanna férjhez ment, akkor ő került Kiskörösre, itt élte le az életét boldog házasságban, és hát 84 évet élt, jó sok évvel ajándékozta meg őt a Jóisten, és itt is temették el a kiskörösi temetőben. Na most az ő sírja azért néhány évtizeden keresztül elég méltatlan állapotban volt, és 1926-ban egy helyi irodalmi társaság, a Petőfi Irodalmi Kör volt az a csoport, akik újra úgymond fellelték az ő sírját, és egy méltó síremléket állítottak neki. Szabályos avató ünnepséget szerveztek neki 1926-ban. Az akkori Petőfi Társaság mellett jelen volt például a korabeli evangélikus püspök Raffai Sándor is. Ő volt, aki elmondta a sírszentelő szavakat. Te, kis kunyhó, a magas palota szomszédságában miért szerénykedel? Miért bújtál a lombos fák mögé? Azért-e, hogy ínséget födjed el? Fogadj be, kis sötét szoba, nekem nem kell szép öltözet, de szép szív. S a sötét szobákban találni fényes szíveket. Thank you.
szent a küszöb, melyen beléptem én. Ó, szent a szalma kunyhok küszöbe. Mert itt születnek a nagyok. Az ég a megváltókat ide küldi be. Kunyhóból jő mind, aki a világnak szenteli magát. S a nép mégis mindenfelől csak megvetést és ínséget lát. Együttműködő partnerünk a Bács-Kiskun megyei önkormányzat.